Na srácok, megérkezett az új update. Nézzétek végig a videót, és hogyha tetszik, ne felejtsetek el feliratkozni, és csapassatok egy lájkot. Köszi! Sziasztok fiúk, lányok! Úgy, mint mindenki más videós társam streamben izgul, addig én itt videóra várva izgulok, és néztem a többiek streamjét idáig, és idáig sikerült eljutnom, most van 14 óra 20 perc, nagyon kíváncsian várom az update-et, már egy órája mindenki erre van feszülve. YouTube-on 10 000-nél is többen nézitek a live-ot, úgyhogy teljesen én is ki vagyok égve. Innen is gratulálok egyébként mindenkinek, hogy ilyen szép live nézettségek születnek. Remélem egyébként a videót én tudom először kitenni, úgyhogy én már nagyon várom a frissítést, és szerintem mindjárt itt is lesz. És akkor, amit még nem néztem meg, jött egy kis videó is a játékhoz, ez egy egyperces kis szösszenet, ezt is nézzük meg, hogy mit mutat, kíváncsian várom. Ez elvileg akkor az új frissítésről szól, látom már van is egy új pálya, illetve a Genie-nek egy ilyen lampóriumja, fölhangosítom a telefont egy kicsit. Igen. És ezt a rának a bazárja? Látni itt több karaktert is, ott az, az érkező új karakter, az látszott egy pillanatra. És akkor itt van a Brawl Pass-tara bazárja, ez lesz akkor az első. Ami pedig Brawl Pass-ként érkezik a játékba. Ja, aha, szóval így kell elképzelni. És úgy látom, Gért nem az elején kapja, aki a Pass-t megveszi, hanem később. De majd mindjárt kiderül. Ha, szóval ezeket lehet összegyűjteni, és mintha 60 tíres lenne. Coin, gem, powerpoint, igen. Plusz skin akkor Gélhez, a karakter mellé. És akkor ennyi kb. A videóról. De jó, nagyon jó. Nem hiszem el, de beengedett srácok, 15 óra 20 perc van, és itt vagyunk. Itt vagyunk a frissített Brawl Stars felületen, el nem hiszem, mennyire idegörlő volt a várakozás. Néztem addig a streameket a srácoktól, láttam, hogy mennyire vártátok ti is ezt a frissítést, úgyhogy ez tőlem is egy ugyanilyen első látásra lesz, mint a többiektől. Hát itt vagyunk a megújult felületen, kérem szépen, a leginkább az érdekel minket, hogy mi ez a Brawl Pass. Úgy látszik, hogy itt vannak akkor a küldetések, és 60 tiert láttam a videóban, ez így van, igen. Igen, 60 tier van, és srácok, hát wow, végre itt vagyunk. Elképesztő, nagyon örülök neki, köszi, nem kell invelni a játékba, most már videó megy. És már is egy vágás után kellett egy kis gem, jöhet is a Brawl Pass, amit a simát fogom aktiválni, nem kell még az első 10 tier, majd azt szépen kigyűjtöm. Úgyhogy itt már is látjátok, itt is van a Brawl Pass-em, úgyhogy nekem is megvan. Ezt miattatok is teszem, illetve én is kíváncsi vagyok, hogy milyen, úgyhogy remélem nektek is tetszeni fog. És amint látjátok, a Gale még nincs meg. Gale a 30. tírnél lesz meg, úgyhogy most még jelenleg úgy gondolom senki nem fog tudni játszani vele. De hamarosan elérkezik ennek is az ideje, és hogyha elérem ezt a szintet, én is szeretnék belőle csinálni egy videót. Megjelentek akkor a küldetések, ezeket kell megcsinálni ahhoz, hogy pontokat gyűjts ezekbe a tírekbe, és minél több ilyen pontot gyűjtesz, annál előrébb leszel. Itt, amint látjátok, az első tír 75 pontot igényel. Most már ide tudtok gyűjteni, tehát eltűnt a kis chest, meg a nagyobb chest innen oldalról, csak ez a Brawl Pass felirat szerepel. Én ezt a két ládát ki is tudom nyitni, amit meg is teszek nektek itt, mert mi a batyumért ne, és a shop is adott egy free boxot, úgyhogy ez ilyen rögtönzött mini láda nyitásként. Várjatok srácok, 2 izé volt! 2 gadget egymás után a videóba. Köszi szépen Supercell az ajándékot. Én ilyet még nem láttam. Ilyet én még... Hagyjál, és akkor itt van egy megabox is a Brawl Pass-nek köszönhetően, ezt is megnézzük, 148 gold és 7 item! Srácok, itt megint lesz valami, ezt nem hiszem el. És megint dupla gadget, mint az előbb. Srácok, ilyen van? Ez mi? Most mi történt? 4 gadget 2 boxból? Hagyjatok? Hagyjatok, ezt nem mondjátok komolyan. És itt a free skin is. Ollé!
Wow, de jól néz ki a Barbarian King Bull. Ez azért egy jó kis áthallás. Jó kis áthallás a CR-ből és a COC-ból. Hú, na, A boss fight vége nem kerül semmibe. A Game Grab-nél, itt ahogy látjátok, itt a Hot Zone megjelent az új játékmód, a Game Grab és a Showdown-nál vannak ezek a küldetés lesz szerintem, hogy ezekben a játékmódokban játszak egyet-egyet. Wow. És hirtelen nem is tudom, hova térjek ki, más lett ugye a háttér a játékon belül, és akkor megnézzük a PAM remodelt. Ilyen lett az új PAM, gyönyörű vagy. Na, egész jó lett, szerintem jobb lett, mint régen volt, úgyhogy ezt is láthatjátok most itt a játékban, elég jól megcsinálták. És akkor itt látjátok, hogyha tartozik valamilyen küldetés valamelyik karakterhez, akkor ide tudtok kattintani, és látjátok, itt is rá lehet menni, hogy mi az a küldetés, mit kell csinálni, tehát nekem ezeket adta be így először, és több küldetésem is van a Brawl Pass-nek köszönhetően, ha jól tudom, 2-vel több van, mint nektek, de lehet, hogy 3-mal, és 98-an online vagytok a friendek közül, látszik, hogy mindenki ezt a frissítést várta, és hát akkor srácok, én a Hot Zone módot azt szeretném kipróbálni, most így azonnal, és hát ugye tudjátok, hogy nyitottam Sproutot, megnézem a shopban nincs-e még hozzá valami kis ajándék, de nem látok egyelőre, úgyhogy ki szeretném ezt a Hot Zone-t próbálni, max jól besülök Sprouttal, de nézzük meg ezt a régi új játékmódot visszatérve a játékba, hogyan is néz ki. Elvileg ezt a pontot kell tartani, ide kell befutni. Aha, értem, de cuki. És már Sproutnak gyengítettek is a sebzésén. Valóban egy kis nerfet kapott. Bum. Hú, gyerekek, legalább láthattok egy kis Sprout gameplayt tőlem. Igen, igen, határozottan kevesebbet sebez, mint idáig. És akkor itt vagyok bent a Hot Zone-ba, és foglalom is elfele ezt a pontot. A többiek pedig szerintem majd a másik zónába is mehetnek. Ezt nagyon szépen foglaljuk, és ez szerintem a miénk is lesz. Többiek nem nagyon tudnak mit csinálni vele. Odáig sajnos nem tudok elni. Annyira izgulok most is, annyira izgultam a frissítéskor, és olyan jó látni, hogy el se tudom mondani, hogy végre bent vagyunk a játékba, és én is mutathatom nektek, hogy milyen is a játék maga. Nagyon jó beszorult oda egyébként nekem a kis cumó, és szeretném kilőni a srácokat, de nagyon nehéz, és meg is haltam sajnos. Az a pont egyébként szerintem a miénk lesz. És hogyha jól látom, egy-egy pontot meddig kell elfoglalni, ez az, ami a nagy kérdés. Azt hiszem csak félig tudom én elfoglalni, és a másik felét pedig akkor náluk kellene a foglalást megejteni. Értem. Nagyon is értem. Gyengült azért a Sprout, gyerekek. Elég erőteljesen, azért ennél többet sebzett régen, és most már nekünk kell átmennünk a baloldalihoz, és azt elfoglalni, illetve tőlük megakadályozni, hogy a jobb oldalit elérjék, úgyhogy én ide áttértem, hogy a foglalás meglegyen, ezt ide bedobom, bum, és akkor nagyon szépen foglaljuk a pozit. Ő meg próbálja megakadályozni, hogy itt legyünk, gyorsan, gyorsan. Nagyon-nagyon-nagyon törekednek ők is. Érdekes egy játékmód, így hirtelen nem is tudtam, mit kéne csinálnom. De most már így rá is jöttem. Hát régen nem játszottam, amikor a Hot Zone mód volt a játékba, ezt töredelmesen bevallom nektek. Úgyhogy érdekes látni ezt. Na, ez a régi Sprouttal megölte volna, most ugye látjátok, az új azért gyengült. És elvileg nyertünk. Ez volt akkor a Hot Zone mód. Nagyon érdekes lett. És a victory screen is megváltozott. Hogy nézel ki? 40 ilyen kis token gyűjtöttem, és amint látjátok, a 40 token az belemegy a Brawl Pass-be. És így már is egy újabb Brawl Boxot nyithatok ki a játékon belül. És így tovább gyűjthetem a tokeneket. Ugye látszik a szezonból, hogy 54 napig fog tartani. Tehát jó hosszú szezonra készüljünk fel. Amúgy ebbe kételkedem, hogy 54 napos lenne, de így néz ki az új Hot Zone mód, és egyúttal arra szeretnélek titeket kérni, ha még nem vagytok, iratkozzatok fel a csatornámra. Még egy meccset megyek szerintem Mr. P-vel. Nagyon jó ez az új játékmód, én maradnék is ennél, és akkor megpróbálkozom vele. Még egyszer ezt a Hot Zone-t átvesszük, ahogy az előbb, hiszen ez nagyon régen volt bent a játékban, ez most az igazi újítás, amit érdemes nektek is megnézni, és amint látjátok, a szerverek még azért döcögnek,
úgyhogy még várni is kell egy kicsit majd, hogy még jobb lehessen a szituáció. De látjátok, azért vannak laggok egy kicsik, de itt megpróbáljuk ezt elfoglalni, és ha az egyik fele megvan, sőt, ez a jó taktika, hogy te futsz a másikra, és akkor így mindkettő területet foglaljuk el, fokozatosan látszik a térképen is, sajnálom nem tudok oda átlőni. De közben én itt foglalom ezt a pozit. Szépen, ügyesen. És hogyha ezzel itt elhülyéskednek a többiek, akkor igazából mehetek is a másik oldalra. Aha. Gyere csak. Boom, boom. Nagyon szép. És ide le is rejtem akkor. Látjátok, jók ezek az új karakterek. Nagyon jó pofa ez a játékmód. Remélem amúgy hosszabb ideig bent marad, és látjátok, végig is értem. Úgyhogy mehetek át a másik felére, és a mi foglalásunk az halad így előre. Nagyon cuki. Ott van, vigyázat, vigyázat. Nagyon szép. Úgyhogy ez megint meg lesz. Hát nekem nagyon tetszik a frissítés, srácok, lányok. Úgyhogy bízom benne, hogy még sok hasonló érkezik, és nem hiába vártunk erre ennyit, de úgy látom, hogy nagyon durva lett. Úgyhogy ez nagyot fog dobni szerintem a játékon is, és ezt a meccset is megnyertük ezen belül, úgyhogy itt láthatjátok, hogy néz ki. Ezután akkor a changelogot megmutatnám nektek, hogy hogyan is fest a changelog a játékon belül. Azt még az update élesítése előtt vettem fel, úgyhogy ilyen szemmel nézzétek. Hamarosan nekem megvan a 10.000 kupa, és majd új videóval fogok jelentkezni, most így az update-et szerettem volna nektek megmutatni. Na most, hogy várom a frissítést, közben ez a maintenance fül bejött, úgyhogy itt elolvasom a tudnivalókat. Szerintem minden infót minden Brawl Stars-szal foglalkozó csatornán hallhattatok 5-ször, de ki lennék, hogyha én nem mondanám el 6-szor is. Úgyhogy a lényeg az, hogy nagyon sok változás érkezik a játékba. Az egyik ez a Tara bazárja, ami a Brawl Pass-ből jön, ez egy újfajta lehetőség a játékban, tehát nem úgy kell majd a chesteket gyűjteni, ahogy idáig, ezt majd ti is meglátjátok, hogyha betölt végre. Lényeg az, hogy egy újfajta hőstípus van, tehát most már legendás fölött is van, Chromatic-nak hívják, ezek a fizetős brawlerek, de egyébként ki is lehet őket nyitni, hogyha ügyesek vagytok, és az első szezonban ez a karakter gér lesz. Na már most én azt tervezem, hogy őt mindenképpen kipróbáljuk, és itt látszanak a tulajdonságai, de ezt szerintem videóban jobb lesz sokkal inkább megmutatni. Jönnek új skinek, ezek nagyon szépek lesznek, bár én nem vagyok nagyon az a skines csávó, de ettől függetlenül örülök neki, hogyha bővítik. És akkor itt van ugye a Brawl Pass, a Chromaticról beszéltem, lesznek küldetések, amiket naponta lehet teljesíteni, és érdemes is. Azt még nem tudom, hogy mennyit tudok egy nap alatt megcsinálni, úgyhogy ez még így meg kell tapasztalnunk, hogy pontosan hogy néz ki. Küldetésekért pedig kaphatsz 100, 200 és 500 tokent. A Brawl Pass küldetésekért, tehát aki fizet a játékért, az több küldetést kap, az 200 vagy 500 tokent tud gyűjteni. Két kicsi küldetés naponta létrejön, közepes és nagy küldetések kedden, csütörtökön jönnek létre, ahogy a Brawl Pass küldetések is. Na hát ez érdekes lesz, mert akkor ezek szerint a kicsik folyamatosan jönnek, a nagyobbak pedig kedden és csütörtökön. Hogyha megvan, amint megvan minden Pass Reward, megtarthatod a dobozaidat. Na az tök jó, akkor lehet, hogy a doboznyitás egy új felületre költözik? Meglátjuk. Emotokat hozzáadtak, ez a Clash Royale-hoz hasonlatos lesz. A játékban lehet használni. Aha, értem. Egyelőre csak még a chat fülön lehet a játék előtt használni őket, és később adják az update-hez. Oké. Emotokat lehet gyűjteni, igen. Teen Rarities, itt vannak a speciális emotok, ezt majd meglátjuk. A Hot Zone visszatér, ez egy ideiglenes játékmódként szánják egyelőre, de hogyha eleget játszotok vele, akkor bent marad véglegesen a játékban, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hova vezet majd minket. Nem vesznek el a chestek, úgyhogy itt a válasz, átkerülnek szépen a Brawl Pass-ba az eddigi ládák, és a tiketek egy tiket 0,1 gemet ért, tehát 10 tiket 1 gem nem éri meg, remélem elhasználta mindenki és nem maradt meg. A Star tokenek így eltűnnek teljesen a játékból, a Brawl Boxból eltűnnek a gemek, és csak a Pass-en keresztül tudtok gemet gyűjteni. Aha, ahol tiketet lehetett idáig gyűjteni a Trophy Roadon, ott most már Big Box lesz. Érdekes változás. Új pályák jöttek a Bounty Heist és Siege-re, és még több lesz majd nem sokára.
A tiketes játékmódok, amik idáig tiketesek voltak, most már free-to-play-ek, és új küldetéseket találtak ki hozzájuk. A boss fight az 5 küldetést jelent, az elsőt nehézségi szint, és minden egyes küldetés 100 tokent ad. A Roborumble-nél 2 percesek lettek a meccsek, és addig kell túlélni. Itt is szintén 5 küldetés van, 5 különböző nehézségi szinttel, és 100 token van minden küldetés után. A big game pedig, hogyha a boss nyer, hogyha 2 percig túléli. Gondolom az életén ezért változtattak, hogy 2 perc alatt megcsinálható legyen. Így igaz, és 100 token küldetés van az első győzelemért. Ezen kívül még a felhasználói felületen alakítottak, hogyha legyőzik a brawlereket, akkor ilyen új effektek is vannak. A Roborumble-t azt kicserélik a leghosszabb időt a legmagasabb szintig, ameddig te jutottál. Amit még megcsináltak, az a Penny-nek a skinjének a hangja, Daryl Rework, az az egyik skinje, ha jól tudom, Pam Rework, azt mindenképpen megnézzük, és akkor még egy Daryl ezen kívül. Pár skint azt kivezetnek a játékból, de lehet, hogy még visszatérnek, és ezek mennek az archívumba, egy Mortis, Bull, Mike, Brock és Frank skin, itt látjátok a képernyőn. Jó, itt pedig akkor a bugfixeket látjátok, erre most nem térnék ki, is extrém hosszú a changelogja ennek az update-nek. Nagyon durva, srácok, egyébként milyen változásokat zsúfoltak a játékba, és az is, hogy mennyire vártátok már ezt a frissítést velem együtt, úgyhogy itt látjátok a bugfixeket, és akkor a balansz változásokat, erről egyébként csinált egy nagyon jó videót Brixen 5, úgyhogy nézzétek meg az ő videóját is, hogyha konkrétan érdekelnek a balansz változtatások, itt lesz majd a leírásban. És akkor végig is értünk, srácok. Úgy gondoltam, hogy ez lesz akkor a videó végén, habár időrendi sorrendben ezt vettem fel a legkorábban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem a like már nem maradt el, és ha még nem, iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!